A talaj nem csak a föld kérgének felső, vékony rétege, hanem annál sokkal több. Az erdő szerves része. Az erdő talaja nem csak a kőzetek mállása során létrejött törmelék halmaz, hanem bonyolult szerkezetű és összetett életközösséget magába foglaló együttes élőrendszer. Attól függően, hogy mi az alapkőzet, milyen az éghajlat és a növényzet, különféle talajtípusok alakulhatnak ki. A talajnak csak az egyik alkotó eleme a kőzet máladék, ami a szemcseméret függvényében lehet például agyag, homok, kavics vagy kőzuzalék, de az elhalt növényi részek ugyanúgy nélkülözhetetlen részei a talajnak, mint a rajta, benne, belőle élő szervezetek. A talaj látja el a növényzetet tápanyagokkal, melyek részben az elmáló kőzetekből, részben a lebomló humuszból képződnek. Felvételükhöz a víz az oldószer. A talaj tartja a helyükön a növényeket. A talajba kapaszkodnak a fák, bokrok, füvek gyökerei, így biztosítva, hogy az időjárás hatásainak ellenállva a helyükön maradhassanak. A talaj különböző elemei, az ásványi részecskék, a humusz, az élő szervezetek együtt jelentik a talajt, amely tehát egy bonyolult életközösség otthona és táplálója. Tagjai a talaj és nagyobb részben egymás nélkül életképtelenek. A talaj életközössége a benne, fölötte élő erdő életközösségének elválaszthatatlan része.